Vagy van talán két hazám? Dombóváron a Pécsi Nemzeti Színház színészei által előadott versekkel és dalokkal emlékeztek Trianonra a nemzeti összetartozás terén. A városban több rendezvényt is tartottak június 4-e alkalmából. Az I.S. Gyula gimnáziumban például a történelmi esemény köré épülő vetélkedőt rendeztek 90 diák részvételével, a település határában a 61-es úton pedig felavatták a 300. székely rovással írt várostáblát. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere azt mondta, erről a napról méltó módon szerettek volna megemlékezni. Ezért szervezték az eseménysorozatot. Ez a mögöttem lévő emlékmű mindenkinek hosszú időn keresztül fogja mutatni, hogy mi történt 101 évvel ezelőtt. A mai ünnepség ma már abban a formában jöhetett létre, hogy megálmodtuk, hiszen a pandémiából kijöve megteremtődött annak a lehetősége, hogy egy nyilvános rendezvényt tudjunk tartani, és olyan művészeket hívjunk, akik emelik ennek a fényét. Banyhádon a Vörösmarty téri országzászlónál zajlott a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. A völcségi városban Filó Tamás helyi történelem földrajz szakos tanár mondott beszédet. Ő Orbán Viktor miniszterelnök korábbi gondolatait idézte fel. Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen 100 évet. Ám a mi fajtánk konok, szívós és leleményes. Ezért nem csak kibírtuk, de ma ismét győzelemre állunk. Ezért szívből jövő hálánkat és legmagasabb elismerésünket fejezzük ki az elszakított nemzeti közösségeink évszázados helytállásáért, hűségükért a magyar nemzethez és szülőföldjükhöz. Bátaszéken a Trianon emlékműnél helyi gimnazisták műsorával emlékeztek meg a 101 évvel ezelőtti eseményekről. Ezt követően Bozsolik Róbert, a város polgármestere arról beszélt, hogy a békediktátum magyar emberek millióit tette a saját hazájukból kirekesztettek ki. Magyar emberek azt érdemlik, hogy újra egy nemzetként tudjanak gondolkodni. A határon túli magyarok pedig azt érdemlik, hogy segítsük abban, hogy az ő kultúrájuk, ami a mi kultúránk is, az ő nyelvük, ami a mi nyelvünk is, az meg tudjon maradni. Pakson pontban 16 óra 32 perckor kondult meg a harang, éppen a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján a helyi Csengei Dénes Kulturális Központban. Így Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a terület elcsatoláskor sokan azt hitték, hogy Magyarország nem éli majd túl a sorscsapást. Ahogy a magyar nép átvészelte a totáljárást, a törökvész, Mohácsot és Világost úgy a végzetesnek szánt trianoni döntést is túlélte a nemzet. A paksi megemlékezése a trianoni emlékműnél folytatódott. Szabó Péter, a város polgármestere azt mondta, hogy a békediktátum minden korábbinál jobban megtépázta az anyaországot. Szétszakadtak családok, elvesztek munkahelyek, sebzett lett a gazdaság, a közlekedés, és vele együtt egész Magyarország. Mindezek ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy bár sok mindent elveszítettünk, de a magyar lélekből épülő nemzet színesen és érzékenyen szőtt gyönyörű szövetét mégsem tudták szétszakítani. A megemlékezések Tolna megyeszerte koszorúzással értek véget.